Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök Székely magazinunkat látják. Tartsanak velünk! Hagyományos zarándoklat. Székely búcsút tartott a kismányokon. A bukovinai székelység zarándok helyekén működő templom a szívügye a családnak. Orbán Piroskával és unokájával beszélgettünk. A Garai Székely Kör Egyesület munkája példaértékű. A bukovinai székely kultúrát tartják életben. Hagyományos zarándoklat indult a kismányoki székely búcsúba. A résztvevők többnyire bukoviné elszármazottak székely közösségei voltak, de szeretettel vártak a szervezők minden olyan érdeklődőt, aki nyitott volt a búcsújárás áhítatára. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől. A hagyományos zarándoklat a kismányoki székely búcsúba reggel 7 órakor indult a Bonyhádi Katolikus templomtól. 1989 óta áll itt ez a templom, amelyet annak érdekében hoztak létre, hogy a bukovinai székelyeknek zarándok helyeként szolgáljon. Jó néhány évvel ezelőtt még az elnökségem idején indítottuk el Piroska néni kérésére azt a zarándoklatot, ami a mai napig zajlik még. Az első néhány zarándoklaton jó magam is részt vettem, és most nagyon nagy örömmel jöttem, majdnem minden nap 10 km gyaloglok egyébként is, és ez így a lelkiséggel összekötve azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon szép teljes napot fogunk majd magunk mögött tudhatni, akkor, hogyha a keresztutat is végigjárjuk egy ilyen gyönyörű szentmise után a Baranya, Bács-Kiskun, Tolnamegye, majdnem minden településéről érkező székelyekkel együtt. A kismányoki magyarok nagyasszonya templomában a szentmisét keresztes Andor Esperes vezette. Mai nap itt kismányokon kettős ünnep volt. Magyarok nagyasszonya búcsúját ültük. Bonyhádról gyalogzarándokként érkeztünk ide, reggel indultunk. Útközben énekeltünk, imádkoztunk, beszélgettünk, és itt a templomnak a fölépítésének 35. évfordulóját ülte a helyi egyházközség, ezért kettős ünnep volt a mai. És mindig a templom titolusának ülik meg az ünnepét, itt magyarok nagyasszonya, a templomnak a védőszentje, és most a 35. évfordulót is tartották egyben. Beszéltem itt a templomról, hogy ennek az az értéke, hogy a semmiből épült, hiszen a szerzetes rendeket feloszlatták a kommunista rendszerbe, és ide menekült két apáca, az Anna nővér és az Etelka nővér, ők Jézus szíve népleányok voltak. És ők ide bújdostak el a hatalom elől, és ugyanúgy dolgoztak a faluba a mezőn, mint az asszonyok, és úgy tartották fönn magukat. Hitoktatást tartottak itt titokba a plébánián, és nekiálltak a templomnak a megtervezésének, építésének. És ők voltak a lelkei, motorjai ennek a templomnak a fölépítésében, mert akkori hatalom mindent meggátolt, hogy ez a templom fölépüljön. De mégis a Jóisten kegyelmes, ez a két kedves nővérnek a lelkesedése, a szíve meghozta az eredményt. És így fölépülhetett ez a templom. Kedves nővérek nagyon támogatták a székelységet, a fiatalokat tanították orgonálni egyházi énekekre, nagyon áldásos tevékenységük volt itt a községben. És beszéltem a templomról, amit nekem is jelent a templom. A templom számomra iskola, templom számomra kórház, a templom számomra oltár, ahol megtisztulhatok, és templom számomra otthon. Ezt a négy gondolatot fejtettem ki mai ünnepen itt a híveknek. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
A szentmisét követően a kismányoki székely portán közösen emlékeztek meg koszorúzással és imával az öt bukovinai székely településről és annak őseiről. Később az agapén saját készítésű kuglóf, kalács és apró sütemények széles kínálata került az asztalra. Tegnap délután még tele voltunk izgalommal, hogy ma reggel 7 órakor az zarándokot el tud-e indulni. Néztük a meteorológiát, beszéltünk, egyeztettünk egymással, és úgy gondoltuk tegnap 5 órakor, hogy belevágunk, megpróbáljuk, akár esik, akár fúr, ezen a zarándokúton részt veszünk. Én először voltam ilyen zarándokúton a kismányoki búcsú keretében. Nagyon-nagyon jó érzés volt végigmenni ezen az úton. Nagyon jó volt ezzel a kb. 25-26 emberrel közösen vonulni, közben imádkozni, énekelni, és azt kell mondanom, hogy ez a zarándokút segített ahhoz, hogy a búcsúnak a lelkét, a gondolatiságát még jobban át tudjuk venni. Úgyhogy feltöltötve, lelkileg megerősödve érkeztünk meg a misére, ami nagyon jó volt, és hát ami nekem nagyon nagy öröm, hogy az időjárás kegyes volt velünk, akár az zarándokút során, és egész nap. És most ugyan a keresztút programunkat még visszük, még a hívők imádkoznak a templomban, de elmondhatjuk, hogy nagyon jó volt az idő, nagyon kellemes volt az idő, és talán jobbat nem is kívánhattunk volna magunknak. A szakrális eseményen résztvevőknek testi, lelki megtisztulásban és töltődésben volt részük. A család hosszú évek óta nagy szerepet játszik a bukovinai székelység zarándok helyeként működő 35 éve alapított katolikus templom és környezete fenntartásában. Az Orbán család ősei között voltak azok, akik a Hadikfalváról magukkal hozott Szűz Mária szobrot szekérderéken melekítettek el 1944-ben. Célunk az, hogy ezt a gyönyörű, szép templomot, amit megörököltünk a kedves testvérek jóvoltából, az utókor számára meg tudjuk menteni, mert ez egy számunkra rendkívül fontos dolog. Jó magamról annyit, hogy én szegedi születésű vagyok, az egyik kedves nővér, az Etelka, az nekem nagynéném volt. Így alakult ki a kapcsolat férjemmel, és házasság révén kerültem én ide Kismányokra, már nagyon régen, 52 évvel ezelőtt. Mikor nyugdíjba kerültem, akkor a kedves nővérek közül már csak az egyik élt, és a másiknak nagyon nagy szüksége volt a segítségre. A család folyamatosan kapcsolatban volt a kedves nővérekkel, nagyon szoros kapcsolatok, szinte családi volt közöttünk a kapcsolat, és így természetes volt, hogy besegítünk nekik ezekbe a templom körüli teendőkbe. Így kerültem én nyugdíjasként, még aktívabbként ide a templomba, illetve a templom környékére. Ez a templom a kedves nővéreknek, Sperber Annának és Csillag Etelkának köszönhető. Ő, ez a falu annak idején egy sváb település volt, a székelyeket mikor betelepítették, azok viszont katolikusok voltak. Itt nem volt templom a katolikusoknak, nagymányokról egy Németországban élő sváb ember, Lajt Ádám, ő nagyon sokat járta a testvérekhez, és mikor meglátta ezeket a székely faragásokat ott a templomba, ő azt mondta a testvéreknek, hogy ennek egy templomot kell építeni. Mégpedig a svábok kitelepítésének és a székelyek betelepítésének a megbékélésére. Ez egy nagyon-nagyon szép gondolat, gesztus volt, mert bizony nem volt mindegy azoknak se, akiket kitelepítettek innen a faluból, meg azoknak se, akiket ide betelepítettek a faluba. Ugye nagyon sokáig éltek úgy, hogy a házba az egyik felében még a német ajkúak értek, másik felében már a betelepített székely emberek. És a testvéreknek mondta, hogy hát ennek kell egy templom.
A testvérek felkarolták ezt a gondolatot, de hát abban az időszakban, a 80-as években még nem arról volt híres Magyarország, hogy templomokat épít. Ádám kitalálta, hogy ő az adományként Németországba összegyűjtött pénzből ő építőanyagot vesz, és kamionokkal behozza ide Kismányokra, Magyarországra, és abból induljon el a templom építés. Ez így is volt, férjem a kivitelezésben rengeteget segített. Az kőműveseknek a fedezetet, pénzügyi fedezetet a testvéreknek volt Svájcba, rendtársaik, a Mária nővérek, azt ők gyűjtötték Svájcba. Abból ment a kőműveseknek a pénzügyi fedezet. A segédmunkát a falu állta, és a falu asszonyai főzték minden nap az embereknek az ebédet, a Gáspár Pista bácsi Majoson pedig folyamatosan faragott, akkor készültek el a padok, akkor készült el itt a székelykapu, itt a fejem fölött, a hátsó oltár, egy csomó minden, a Máriának ott hátul a tér, ahova majd ő kerül, úgyhogy folyamatosan ment a munka. 89. október 8-án szentelték fel a templomot Cserháti püspök úr magyarok nagyasszonyának ajánlva, a Mária szobor. A Mária szobrot Hadigfalvi templomból hozták magukkal, amikor onnan jöttek el. A férjem nagyapja ment vissza a szoboré, akkor először Bácskába éltek egy ideig, de onnan menekülniük kellett, tovább kellett jönni szinte egyik percről a másikra, ahogy hallottam anyósoméktól, és a szobor ott maradt. És amikor ide kerültek Kismányokra már, most visszakanyarodtam ugye a templom építéstől a szoborhoz, akkor a férjem édesapja, Orbán Lőrinc, az ment vissza egy lóval, kocsiszekkérrel Bácskába, ezért a szoborért. Ő tudta, hogy hol van, és elhozta magával. Amikor jött Bajánál, nem volt híd, mert ugye háború után felrobbantották, ott állt az orosz katona gépfegyverrel, és kérdezte aposomat, hogy mit visz. Az meg mondta szégyellyesen, hogy Máriacskát. És látták a kocsik derékba letakarva, azt gondolták, hogy az egy ember, emberi test van ott bent, és mikor kitakarta az orosz katona, meglátta, keresztet vetett, és azt mondta aposomnak, hogy davaj, davaj. Az eredeti orgonánkat Lajt Ádámék hozták Németországból. Csak hát az már 30 év után annyira tönkrement, és olyan sokba került volna a felújítása, hogy gondoskodni kellett a megoldáson. Mivel, hogy nagyon pici egyházközség vagyunk, mi nem tudunk olyan óriási nagy pályázatokat benyújtani, illetve a maga a jövedelmünk se olyan sok, ezért a Péter gondolt egyet, és ő ezt a problémát megoldotta. Tönkrement az elektromos orgonánk, és elkezdtem digitális technológiák után kutatni az interneten, és így találtam rá Orgonam nevű cégre, akik virtuális hangszerek gyártásával foglalkoznak. Saját tervezett programjuk van, amelynek megvettem a licenszét, és így kezdtem el foglalkozni a rendszerrel. És vettünk hozzá 2 manuált, 1 pedált, és ezt így tettük össze, vagy így raktuk össze, és digitális hangképek szólalnak meg tulajdonképpen ebben a rendszerben, tehát nem sípok, hanem digitális hangképek, és a billentyűzetek segítségével jelet küld a rendszer a számítógépnek, ami az előre betáplált hangot a hangfalakon keresztül továbbítja. Tulajdonképpen ez a rendszer lényege. A kedves testvérnek a legtöbb, amit ő hozott szokásban, azt én úgy gondolom, és próbálom továbbvinni.
minősítések, kiemelt helyezések, Sebestyén Ádám díj jelzi a bukovinai székely kultúráért tett munkájuk minőségét. Példaképek nem csak saját gyermekeiknek, hanem tágabb környezetüknek és a garán élők számára is. A Garai Székelykör Egyesület asszonykórusa jelenleg 9 taggal működik. A társaság rendszeresen jár össze és gyakorol az aktuális fellépésekre. 1960-as években alakult az akkori kultúrigazgató segítségével, támogatásával egy egész nagyszabású kórus indult. Sok éven keresztül csinálták, nagyon szívvel, lélekkel, és a bukovinai dalok elsajátításán, hagyományőrzésén szerettek volna dolgozni. Amellett sok minden más is történt. 2014-ben Antal Zoltánné Balogh Gyöngyé vette át a kórus vezetését. Nagyon sok mindent tanultunk tőle, az idősekhez visszafordultunk, hogy tudjuk a pontos énekeket, és nagyon segítőkészek voltak. Nagyon sok helyen részt vettünk, szerepeltünk, bárhová hívtak, szívesen elmentünk, tettünk eleget bárminek. Többek között egyházi énekeket, bármi jellegű megemlékezéseket, falunapokon, nagy szeretettel vettünk részt a környező falvakba, szintén szórakoztattunk, ha lehet ezt mondani, szeretik. Ezt a hagyományost, mivel hogy ez abszolút nem arról szól, hogy kottáról éneklünk, hanem az igazi hagyományost, ahogy az idősek hozták, adták, ezt próbáltuk így sajátítani, megkérni még a segítséget, ha kellett. Akkor a Gyöngyi, meg hát sokan, nagyon sokan elmúltak, oda átról figyelnek bennünket, és bízunk benne, hogy segítenek bennünket. Azt a gasztronómiába is nagyon sokszor részt veszünk, mert falunapokra erőszeretettel kérik a mifajta galuskánkat, úgynevezett töltött káposztát, de más egyebeket is főzünk. Nagyon sok szép emlékeink vannak, amikre öröm visszaemlékezni. Sajnos Gyöngyi 2022-ben végleg eltávozott. Így kerültem én a képbe, azóta én vagyok. De jobbára úgy kérem mindig a csapatot, hogy segítsenek, közösen csináljuk, mert én egyedül ezt nem igazán tudom. Menyecske, ne menj a cserjésbe, mert megmarad kígyó téged. Tavasszal csatlakoztunk egy másik anyukával. Zsigmond fiam óvodáskora óta táncol, Antal Zsoltéknál kezdte, és így kerültünk kapcsolatba a Székelykörrel, és nekem nagyon megtetszettek ezek a dalok, és évek óta foglalkoztatott, hogy olyan jó lenne ezeket megtanulni. És beszéltem a Katival, és mondta, hogy persze, gyere nyugodtan, mondom, de én csak az énekeket szeretném megtanulni. Mondták, hogy persze, és első alkalommal közölték, hogy hát ez nem így működik, itt fel is kell lépni. És azóta megyünk, ha tudunk, és együtt, jobban, rosszban fellépünk, főzünk. Mondjuk a nyugdíjasok többet, mert azért nekik egy kicsit több idejük van, de igyekszünk mi is részt venni. És nagyon jó ezeket a dalokat megtanulni, megtapasztalni, hogy milyen erejük van ezeknek a szövegeknek, hogy tényleg sírni, nevetni lehet rajta. A gyerekek is, ahogy táncra járnak, énektanulás, tánctábor, tehát a mi fiunk az állandóan fújja, tehát a Zsoltinak mindig mondjuk, hogy el se hinné, hogy reggel úgy kell, hogy székely dalt énekel, és belefér más is, de megint a fürdőkádba ezt halljuk, amit éppen a táncon tanultak, és hogy bennük ez már rögzül. Általában úgy, hogyha a székelykör megy, akkor a gyerekek táncolnak, és gyakran mi is fellépünk énekkel. Népviseletbe öltözve,
fejkendővel a fejünkön, ami ma már azért nem jellemző, de nagyon jó érzés felvenni azt a ruhát is. Tehát ad az embernek egy tartást, én azt gondolom, hogy ennek is fontos szerepe van a mai világban is. Se csaltál meg, nem én téged, verjen meg az Isten. 2005 tájékán csöppentem bele a bukovinai székelyek életébe, a Garán élő bukovinai székelyek életébe. Előtte néprajzi táborokban jártam a Dunántúlon, amit Lőrincetel szervezett. Itt kaptam indítatást, itt jött az érdeklődés a székelység iránt. Ekkor fiatal főiskolás tanítóképzőbe jártam, úgyhogy passzolt is a tanítóképző és a néprajzi ismeretek. És 2005-ben akkor Nagy Ferenc új egyesületet, hivatalos egyesületet hozott létre a Garán élő bukovinai székelyek képviseletében. Így 2005-ben bekerültem elnökségi tagként ebbe az egyesületbe, és ekkor tánccsoport is alakult, egy jól sikerült néprajzi tábor után, és utána az események egymást gyorsan követték, és teljes mellszélességgel sikerült belekerülni ebbe a hagyományőrző tevékenységbe, és nem csak őrizzük, hanem éltetjük és megéljük ezeket a hagyományokat, úgyhogy napi szinten azt lehet mondani a többi sok-sok tagunkkal együtt. Az egyesület szépen fejlődött az idők folyamán, volt hátterünk is, tehát nem a semmiből alakult. A 1960-as években asszonykórus működött a településen, hosszú évtizedeken keresztül, tehát ők egy biztos alap volt, székelybálakat rendeztek, ők folytatták a hagyományőrzést. 1993-tól székelykör is alakult, ami már tánccsoportot is működtetett, és ezt vitte tovább 2005-től a hivatalos egyesület. Működött az asszonykórus, illetve a tánccsoportnak is igyekezett segítséget nyújtani, segítséget adni. Ez az évek folyamán fejlődött, fellépések voltak, nyári táborok voltak, zajlott az élet. A következő ilyen mérföldkő volt, amikor sikerült 2011-ben egy betlehemes csapatot összehozni, és ekkor Kóka Rozália könyv alapján a bukovinai székely csobányolást is megtanulta a társaság, és azóta minden évben a csobányolást is karácsony táján előadjuk. Majd 2014-ben egy új gyerekcsoportot, egy utánpótlás csoportot alakítottunk, szintén a nyári táboroknak a jó voltából. Megnőtt az igény egy fiatalabb korosztály számára, általános iskolás korosztály számára, hogy őket is foglalkoztassuk. Ez még akkor nem volt tudatos, de az élet hozta ezeket a újabbnál újabb feladatokat, amikor mindig meg kellett valami újdonsággal birkózni. De mindig nyitott szemmel jártunk, főleg a dunántúli hagyományőrző együtteseknél, egyesületeknél, és mindenhol igyekeztünk a jó példát ellesni, mit lehet átültetni ide hozzánk, mit kell kicsit variálni, és igyekeztünk szót fogadni az útmutatásokra, és haladtunk tovább az úton. 2020-ban ismét csak egy gyerekcsoportot, egy új gyerekcsoportot sikerült alakítanunk, úgyhogy itt már egy nagy kiteljesedés volt, alaposan megnőtt a létszám, sok szülő is mellettünk állt, illetve áll a mai napig, úgyhogy nagy segítségek és szívesen is segítenek a gyerekeik
érdekében. A zeneoktatásba is belekóstoltunk egy kicsikét. A nyári táborokban rendszeresen 5 hangszeren lehet tanulni, aztán az év közben már mindenkinek egyéni feladata, hogy hogyan viszi azt tovább. Körülbelül 70 főt tudunk beöltöztetni népviseletbe. Ide tartoznak az asszonyok, énekesek, illetve a kicsitől a nagyig a táncosok, és akkor egyesületünknek a támogatói körébe tartoznak még a szülők, nagyszülők, illetve a szimpatizánsok, illetve az egyesületi tagok. A helyi önkormányzat jóvoltából a Garai Művelődési Házban van a székhelyünk. Ahogy nőttünk, sokasodtunk, egyik termet nőttük ki, most már 2 termet használunk, illetve az asszonykórus egy 3. teremben próbál, tehát nagyon jó adottságaink vannak, klubszobánk van, ruhatárunk van, külön próbatermünk, amit most sikerült ebben az évben felújítani, balettszőnyeggel láttunk el, kifestettük, kis öltözőt alakítottunk ki, minél komfortosabban próbáljuk berendezni, hogy a gyerekek, felnőttek jól érezzék magukat. A mai pályázati rendszerben fontos a szakma visszajelzése is, hogy jó úton haladunk, jó az, amit csinálunk. 2021-ben kaptunk meg a Vármegyei Nemzetiségi Kitüntetést, amire nagyon büszkék voltunk, hiszen a székely kultúra mellett, illetve a magyar táncok, énekek mellett a garánélő svábok és bunyavácok táncaival és énekeivel is foglalkozunk. És ebben a 2024-es évben egy kisebb díjeső zúdult ránk, ami nagyon jó visszajelzés volt a felnőtteknek, oktatóknak, gyerekeknek, mindenkinek szívet melengető érzés volt. Először a Bács-Kiskun Vármegyei Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon 2 gyerekcsoportot indítottunk, a 2 utánpótlás csoportunkat, és mind a 2 csoportunkat kiemelt arany éremmel jutalmazták, illetve egy-egy külön díjat is kaptak, úgyhogy a mi történetünk folyamán ilyen még nem volt, azt hiszem, hogy egyébként is egyedülállónak mondható, úgyhogy nagyon örülünk ennek, illetve nyár elején a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Sebestyén Ádám díjjal ismerte el az egyesületünknek a munkáját, úgyhogy ez pap volt a tortán már. Mind a 2 ágam bukovinai székely származású, nagyszülők kint születtek Bukovinában, édesapám itt a Bácskában, illetve édesanyám már a Dunántúlon született, úgyhogy mind a 2 részről megvan az indítatás, úgyhogy szorosan kötődünk a székelyekhez. A 2 fiam, hát miattuk is csináljuk ezt az egyesületet, illetve ezt a tevékenységet, mint szülők ugye fontos a példamutatás, a gyerekek minket utánoznak, hogy mit is csinálunk, ezért feleségemmel mind a ketten ugye népviseletet öltünk, próbára járunk, és ezt az egyesületet működtetjük, és a gyerekek is ebbe csöppentek bele már a magzati korban, illetve miután megszülettek, nem volt igazából megállás, és ők is itt vannak velünk a próbákon. Hát most már a fiúk az ő saját korcsoportjukhoz járnak próbára, illetve a rendezvényeken itt vannak, fellépnek, tehát az ő életükben is most már meghatározó elem az egyesület. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök Székely magazinunkat látták, viszontlátásra!